Nézzük, mi van benne. Készen álltok? Sziasztok! Ma nagyon nagy nap van ma, mert kaptam egy újabb fanmailt. Sokan írtatok, hogy küldenétek fanmailt. Egy ember mondta, hogy ma jövő héten feladja, aztán megint ma jövő héten, ő végül nem adta fel. Szóval volt egy másik ember, aki szintén ezt mondta, hogy ma jövő héten, és ő tényleg feladta, és megérkezett nekem most a küldemény. Hogyha ti is szeretnétek a küldeményt, akkor ezzel az e-maillel és ezzel a névvel tudtok címezni nekem a Foxpost automatába a Baross utca 5 OMB automatához. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy mi lehet benne. Elég nehéz, kb. 2 kiló lehet. Egy cipős doboz, úgy látom. Szóval ne húzzuk az időt, bontsuk ki. Ironikus, hogy a múltkori fanmailből szerzett késsel bontom ki, ne gondoljátok? Szerintem nagyon. Wow, egy Adidas cipő! Köszönöm szépen! Egy Adidas Superstar, 30 ezer forint. Fú, valakinek jól megy. Nagyon szép doboz. Ez jó lesz majd elrakni a polcra, hogy jó lesz még valaminek. Na nézzük, mi van benne. Basszus kulcs. Majdnem beleállt a lábfejembe. Sikerült találnom egy megfelelő szöget. Nézzük, mi van benne. Készen álltok? Ha készen álltok, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Wow, ez tele van. Mennyi minden van itt. Buborékfólia. Á, egy üzenet. Kedves Vince, fogadj sok szeretettel a rajzomat, ami ugyebár téged ábrázol, mosolyka. Raktam a csomagba egy kisebb túlélő csomagot, ha netán kilakoltatnának ismét, és az erdőben kellene héderelned, ezt a szót még nem hallottam. Várom az újabb videóid. Üdvözlettel, Petróci Zsani. Köszi Zsani. Nézzük, mi van itt a túlélő csomagban. Túlélő csomag. Krum nudle. Nudle. Ez jóféle halapenyós, sajtos dolgot szeretem. Mi van még itt? Laci konyha, gulyás, leves, csipetkével, 4 tányérok. És babot is lehet hozzáadni, akkor viszik egy ilyet, babkonzervet, még vizet, és akkor megvan a túlélő kaja. Egy palóc, ja nem, csak annyit látom, hogy ócleves, ez itt palócleves, de nem, májgombócleves. Ebbe pedig gyökérzöldségeket is lehet adni. Ez is egy napi kaja. Fekete olívabogyó. Ez ilyen hol lehet kapni? Tesco? Ilyet fogok venni, mert pont elfogyott, már akartam menni. Lehet ez nem fogja kibírni, amíg elmegyek kirándulni. De ez sokkal jobb kiszerelés, mint egy nagy befőttes üveg, meg egy konzerv. Mert igazából a súly fele a befőttes üveg. Múltkor átöntöttem egy ilyen ikás zacskóba, de nagyon büdös lett tőle az olívabogyó. Szóval ez jó cucka. És van itt jó kis pukkasztós folia. Nestlé műzli, csoki banános. Ó, még egy Nestlé műzli. Ez nagyon fancy műzli. Nem is életemben ilyet nem vennék magamtól. A Lidl-s műzlinél drágábbat nem vennék. Kaptam ajándék pukkasztós fóliát. Nem tudom, honnan lehet szeretni. És a Magnum Opus. Oh my gosh, guys! Ezt mennyire látjátok? Bocsi, közben főzök. Meg nem azért van a főhallgató, mert merőlült vagyok, csak közben ilyen YouTube-tól felhívtak telefonon, ilyen meeting. Én most azt hallgatom, hogy itt hablatyol közben. Csak olyan unalmas, hogy közben inkább kiboltottam ezt. Na, nézzük. Jó, mondnak, honnan? Jó, ez ilyen hangos? Akkor hangosabban beszélek. Minden egyes szőrszál egyenként meg van rajzolva. Még a szememet is kiretusálta, valóságban az egyik lejjebb van. Ezen jobban nézek ki, mint a valóságban. De figyeljetek,
Melyik vagyok szerintetek, a valóság vagy a kép? De a kép jobb lett. De nagyon szép rajz. Aki szeretne szintén ilyen rajzot magának, Zsani vállal ilyen rajzolásokat. Ide rakom az Instagramját, ott lehet keresni. Szerintem elég epik is. Nem tudom, nézem itt a saját arcomat? Vagy szerintetek kicsit meg a lomán? Minden nap felkelek és megcsókolom majd ezt. Úgyhogy ez van a mai túlélő pakban. Ezekkel jól lehet lakni. Egy nap, két nap, három nap, négy nap, öt, hat nap. Ez egy hat napi élelem. Plusz ezt is megviszem kirándulni, hogy társaságom legyen. Legalább a hangoknak a fejemben lesz egy arca. A keret is elég komoly. Mondta Zsani, hogy nézett hozzá valami rendes keretet. Tényleg rendesen össze van ez rakva. Úgyhogy köszönöm ezúton is a fanartot. Igazából mondjuk ide pirakhatnám, és akkor a videóban benne lesz, nem tudom, írjátok meg kommentbe, szerintetek gáz, hogyha a saját arcom van kint a falamon, és ezt nézem, vagy nem gáz. Ti mit gondoltok? Írjátok meg kommentben. Hogyha elegen azt mondják, nem gáz, akkor ide kirakom. És akkor itt lesz örökre. És aki pedig szeretne még fanartot küldeni, vagy egyéb ajándékot, és szeretné, hogy videóban kibontsam, az erre a címre tud küldeni telefonszámnak, mindegy, mit adsz meg, 1-2-3-4-5-6-7, mert úgyis e-mailben értesítenek, és a Baross utca 5 OMB Fox Post automatába. Úgyhogy köszi még egyszer Zsaninak az ajándékot, vagyis az ajándékokat. Most elvonulok 7 percre egy testápolóval és zsebkendővel, mert fontos dolgom van, addig is találkozunk legközelebb, sziasztok! Szeretném még a következő személyeknek megköszönni a támogatását. Patreonon Jusep, https.backbyte, Henrik Kollár, Dénes, Gab.real, Bálint Lengyel, Vanda Kaltenekker, Attila Füleki, Áron Klement. Ők a Patreon támogatóim. Ezt szeretném megköszönni a YouTube csatorna tagjainak is. Ropesz, Nagy János, Petróci Zsenett, Bl3x, Pocoyo, Hungarian Dragon, Fakej, 01, Endre Farkas, Attila Benyó, Nanik, Reaction Mr. Bad, Vaskó Zoltán, Anna Budavári, Broken Silence Studio, Pályer Robert, Forgó Péter, Break to Berez, és Soma Kovács, vagy Kovács Soma. Külön köszönet, aki már régóta támogat, legrégebbi Ropesz, és külön köszönet, aki magasabb szinteken támogat. Elméletben, hogyha elegen támogatnak Patreonon, meg csatornatagságban, hogyha elég ember érzi azt, hogy szeretné támogatni ezt a munkásságot, akkor annál több időt tudok YouTube-ozással tölteni, lecsökken a kockázata, hogy mi van, hogyha egy videó nem jól megy, vagy mi van, hogyha tiltják a csatornámat egy hónapra, tehát akkor nem halok éhen, úgyhogy azért jók ezek a támogatások. Ti pedig cserébe előbb láthatjátok a videókat, általában hamarabb teszem közzé a csatornatagoknak, és kirakom Patreonra is a linket. Emellett, ha elég nagy lesz a csoport, akkor ti alakíthatjátok majd a videókat is szavazással, hogy ez legyen, vagy az legyen, vagy ezt rakjam ki, vagy azt. Discord is tervben van, meg még sok más cool dolog várható, úgyhogy aki úgy érzi, hogy szívesen támogatna, azt én örömmel fogadom. Aki úgy érzi, nem támogatna, azt is megértem, nem szedek itt belépőt. Ingyen vannak a videóim, mindenki megnézheti. Úgyhogy köszi, ha végignéztétek, találkozunk most már tényleg legközelebb, sziasztok!